Elfeledett mesterségek címmel nyílt kiállítás Nagykaposon. Hornyák Dezső helyi gyűjtő famegmunkáló családjának használati tárgyait mutatja be. Szívesen gyűjti az egykor a mindennapok nélkülözhetetlen háztartási segédeszközeit a környezetében is. Így a vidéken használt, ma már érdekességnek számító tárgyak is megtekinthetők a tárlaton. A kiállítás a Turisztikai Információs Központban november 26-áig látogatható. Ilyen kasszakövet életemben nem láttam, hogy aki ezzel kaszált, mennyire precizionálisan fente meg mind a négy oldalról a kaszát. Fenkő vagy kaszakő, bordás mángorló, bokett, zsolytár, keleplő, hórihorgas, borotva élező. Sok-sok becses használati tárgy az 1800-as évek elejétől gyűjtött, családi erekjékből. De néhány bolhapiacon beszerzett használati cikk is megtalálható a kiállításon. Parasztasszonyoknak volt egy ilyen szeparátor, ami a tejet a tejfeltől elválasztotta, ez egy külön gépezet, vagy pedig sok más ilyen faipari termék, amit tényleg, hogy öröm visszalátni, és végül is felidézi az embernek a gyerekkorát. Ez a jelzőkürt viszont saját készítésű. Hornyák Dezső 1996 óta foglalkozik fával. Tanulmányozza, majd megmunkálja azokat. A régi mesterségeknek volt egy valami, lassan dolgoztak, de nagyon precizionálisan. Szinte gépi megmunkálásnak tűnik az a valami, amit ők a legkezdetlegesebb szerszámocskákkal meg tudtak csinálni. Hornyák Dezső az utókorra gondol, amikor a tárgyakat őrzi és ápolja. Szerinte restaurálni nem lehet pénzért, ő az ősök iránti tiszteletből teszi.